Jó estét. kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órától. Nézzük, miről szólnak mai híreink. A térség polgármesterével és civil szervezeti vezetőkkel találkozott ma Szalé Bobrovnitszki Vince helyettes államtitkár. Hamarosan aszfaltozzák az isák utat. A Kecskeméti Árási Ügyészség a Bács-Kiskon megyei főügyészséggel egy épületben működik tavaszig. A Nemzeti Együttműködési Alap jövő évi pályázati lehetőségeiről tartott kerekasztal fórumot Szalai Bobrovinicki Vince, a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Kecskeméten. A térség polgármestereivel és civil szervezeti vezetőkkel találkozott ma a szakpolitikus. Megyei polgármesterek és civil szervezeti vezetők részvételével tartottak kerekasztal beszélgetés szerda délelőtt a Kecskeméti Városházán a Nemzeti Együttműködési Alap jövő évi pályázati lehetőségeiről. Szalai Bobrovnicki Vince a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára elmondta, a neaforrásai rendelkezésre állnak a jövő évre, de egyenlőre kiszámíthatatlan, hogy a decemberi költségvetési kiigazítás mennyit vonal az alaptól. Bár az országnak a Gazdasági helyzete ugye nem könnyű, mégis vannak lehetőségek a civilek számára, mint az közismert, október 3-án meghirdettük a Nemzeti Együttműködési Alapnak a jövő évi forrásaira a pályázatot. Még a is kell tegyem, hogy nyilván vannak bizonytalanságok. A helyettes államtitkár közölte, hogy a NEA jövő évi kerete jelenállás szerint meghaladja 11 milliárd forintot. Ezzel valamivel túlszárnyalja az idejét, ugyanakkor a falusi és városi civil alap jövőre valószínűleg áldozatul fog esni a megszorításoknak, így összességében kevesebb forrásra pályázhatnak a civilek. Ennek ellenére a civil szervezetek számára továbbra is komoly források lesznek elérhetőek. Bácskiskun megyében mindez kiemelten fontos, hiszen a megyet civil szervezetei élen járnak a sikeres pályázatok benyújtásában. Szalai Bobrovnicki vince kiemelte, hogy bács megye hagyományosan jól teljesít a civil pályázatok terén. Idén a megye civil szervezetei a nea 776 millió forintot nyertek el, a falusi civil alapból 265 millió forintot, a városi civil alapból pedig 301 millió forintot. Összességében ez több mint 1,3 milliárd forint elnyert forrást jelent, amivel bács megye az országban a második helyen állt Pest megye után. Szemerejéné Pataki Klaudia polgármester a helyszínen elmondta. Kecskemét városának több száz civil szervezettel van együttműködési, ellátási és támogatási szerződése azok a költségek, amelyek a szociális egészségügyi és köznevelési és közművelődési területen megjelennek, azokat valamiből finanszírozni kell, és a nagy intézményeinket, a nagy ellátó szervezeteinket kötelező feladatainkkel elsősorban teljesíteni. Ezért a civil szervezetektől elsősorban türelmet kérek, megértést kérek, és azt, hogy azt az önkéntességet, amit ők fölvállaltak, azt az önkéntességet kérem, hogy erősítsék. A polgármester a civil szervezeteket arra kérte, hogy ezekben a bizonytalan időkben is tartsák fenn közösségeiket és nyújtsanak érzelmi támaszt az embereknek. A kerekasztal fórumon a civil szervezeteket is meghallgatták, így a helyettes államtitkár a térségben tevékenykedő szervezetek ötleteit is megismerhette. Hamarosan aszfaltozzák az Izsáki utat, a mai napon még előkészítő munkákat, például aszfaltmarást végzett a kivitelező hazai építőgép társulás ZRT a forgalomtól elzárt területeken. Az egyes csomópontokon a munkavégzés alatt forgalom forgalomirányítás mellett haladt a forgalom. Napokon belül elkészül az Izsáki út felújítását végző hazai építőgép társulás ZRT a folyamatban lévő aszfaltmarási munkálatokkal, így várhatóan a következő hetekben elkezdik az aszfaltozást a forgalomtól elzárt területeken. A korábbi aszfalt eltávolítása fontos előkészítő munka az új útburkolat elhelyezése előtt. A mai napon marták az aszfaltot az Ipoly utcai csatlakozásnál is a Kodály iskola mellett. A munkavégzés miatt kisebb torlódás alakult ki a csomópontban, mivel a munkagépek áthaladása miatt a közlekedési lámpákat kikapcsolták, az autósok és a gyalogosok jelzőőrös forgalomirányítás segítségével haladhattak át a kereszteződésen. A NIVZI ZRT beruházásának első ütemében a hullámvendéglő és a katonagimnázium között a jelenleg kétszer egysávos részek kétszer kétsávossá épülnek át, illetve a már meglévő kétszer kétsávos részek burkolatát felújítják. A sávbővítéses szakaszok mellett közel két kilométeren kerékpárút is épül. A projekt keretén belül kettő új turbókörforgalmat is építenek az Olimpia utcánál és a Sport utcánál. A munkák várhatóan 2024 első negyedévében fejeződnek be. A kivitelezést a hazai építőgép társulás ZRT végzi nettó 4,2 milliárd forint értékben. Az ügyészséget is érintő energiamegtakarítás következtében a Kecskeméti Járási Ügyészség Kecskemét Mátyási utca 3 szám alatti épülete bezárt. Ezért a Bács-Kiskun megyei főügyészséggel egy épületben változatlan ügyfélfogadási rendel ideiglenesen a Rákóci út 7 szám alatt a Kecskeméti Törvényszék épületében működik tavaszig. Az ügyészséget is érintő szükséges energiamegtakarítás következtében október 15 és 2023. március 31-e között a Bács-Kiskun megyében működő helyi ügyészségek elérhetősége és nyitvatartási rendje megváltozik. A Kecskeméti járási ügyészség Kecskemét Mátyási utca három szám alatti épülete bezárt, ezért a bács megyé főügyészséggel egy épületben változatlan ügyfélfogadási rendel idéglenesen működik a Rákóczi út hét szám alatt. A Kalocsai Kiskörösi Kiskunfélegyházi Kiskunhalas és Kunszen Miklós járási ügyészség változatlan székhelyen azonban részleges üzemszünet mellett folytatja tevékenységét. További információk megtalálhatóak a híres.hu oldalon. Tegnap este Ignác Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója volt a Kiemelő Magazin vendége. A főigazgatót a holnapi Tanulj Szakmát című rendezvényel és a nemrégiben megjelent új pályaválasztást segítő kiadványról kérdeztük. Emellett pedig szóba kerültek az energia veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések is. Az idei évben is megrendezi pályaorientációs rendezvényét a Kecskeméti Szakképzési Centrum, a holnapi programmal és a tovább tanulásról szóló új kiadványjal kapcsolatban Ignác Bence a Szakképzési Centrum főigazgatója volt, tegnap este a Kecskeméti Televízió stúdiójának vendége. A főigazgató elmondta, hogy idén is egésznapos programsorozattal készülnek, amelyre elsősorban a pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat, a pályamódosítást, illetve újabb szakma tanulását tervező felnőtteket. Várják. Október 20-án a Messzi István sportcsarnokban lesz, reggel 9-től este 7 óráig várjuk nagy szeretettel az érdeklődőket, illetve hát bárkit, akit a, a szakmák világa érdekel, a szakképzés érdekel, jöjjön ki, beszéljen szakemberekkel, és valóban lássák meg, hogy ez egy teljesen más szakképzés, mint pár évvel ezelőtt beszéltünk. Ignác Bence elmondta, tapasztalataik szerint egyre többen szeretnének valamilyen szakmához érteni, majd hozzátette, Magyarországon mindenki számára ingyenes két szakma elsajátítása, a tanulmányait a szakképzési centrumnál végzi. A beszélgetés alatt a főigazgató kitért az energiaveszélyhelyzet Kecskeméti Szakképzési Centrumot érintő hatásaira is. Ignác Bence hangsúlyozta, hogy minden állami fenntartású intézménynek szükséges spórolnia, ez alól a centrum sem kivétel amely intézkedési tervet már elkészítettünk jelenleg elfogadás alatt van, illetve magának az intézkedésben vázolt elképzelések még jelenleg képlékenyek, pontosítás szorónak, a november 2 tervezzük ezeknek a véglegesítését és kiközlését az érintettekkel. A teljes beszélgetést a híros.hu és a Kecskeméti TV.hu oldalon láthatják. Petőfi Sándor emlékkévé nyilvánította az országgyűlés a 2022-23-as éveket. Ennek apropóján a Najman Egyetem a bács megyei közgyűléssel közösen több programot is szervez. A közös programsorozat tegnap este indult el az egyetemen egy rendhagyó irodalomórával. A 12 pontot tartalmazó eredeti plakátot, vagy éppen Petőfi Sándor kampány szórólapját is megtekinthették azok, akik tegnap este ellátogattak a Naiman János Egyetem GANF műszaki és informatikai a megújult Deák Ferenc előadóterembe. Az apró, de annál több kuriózumot felsorakoztató kiállítás kísérletében indult útjára a Naiman János Egyetem és a Bácsiskun megyei közgyűlés közös programsorozata, amelyel az intézmény a 200 emlékéhez kapcsolódik. Szinte hallott lépteik csengése mint paránysakadjunk a tevékenység. Tegnap este Sudár Anna Mária művésznő előadását hallhatták az érdeklődők. Ez egy uh, irodalmi szövegekből, visszemlékezésekből, sőt 20. századi recepciókból való uh, kompiláció. Gyakorlatilag azzal foglalkozik, hogy uh, hogyan vált Petőfi a kultusz részévé. Uh, ez egy rendhagyó irodalom óra lesz. Az irodalom óra mellett tudományos és történelmi előadások is várnak azokra, akik szeretnék megismerni Petőfi Sándor hagyatékát. A Nagymen János Egyetem azonban nem csak az épület falain belül igyekszik aktivizálni a hallgatókat. A Petőfi 200-hoz kapcsolódóan a jövőben egy kincskereső barangolásra invitálnak majd mindenkit a Petőfi emlékek nyomában, de illusztrátori, valamint fotó és videópályázatot is hirdetnek. A terveknek megfelelően halad a termosztár biomassa fűtőmű építése, amelynek köszönhetően Kecskeméten a távhőhöz használt földgáz mintegy 70%-át megújuló energiával váltják majd ki. A fűtőmű építésével párhuzamosan közel 6 km hosszúságú két új energiatakarékos gerincvezetékkel bővül a Kecskeméti távhőrendszer. Folyamatosan dolgoznak a toronydaruk a Mincenti körúton. A terveknek megfelelően halad a termosztár biomassa fűtömű építése, amelynek üzembeállásával a Kecskeméten a távhőhöz használt földgáz mintegy 70%-át megújuló energiával váltják ki a következő fűtési szezontól. A földgáz kitettség csökkentésének és a helyi megújuló energiaforrás hasznosításának a klímavédelmi szempontok mellett a biztonságos és gazdaságos ellátásban is kiemelt szerepe van. Ez különös jelentőséget ad a termosztár Kft. beruházásának, amely egyúttal a hazai távhőszektor jelenlegi legnagyobb fejlesztése. A 20 plusz 5 megawatt teljesítményű biomassa fűtőmű a szennyvíztisztító közvetlen szomszédságában épül. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt a Bácsvíz ZRT telepének közelsége, ami lehetőséget nyújt a két szolgáltató későbbi energetikai együttműködésére. Az átfogó fejlesztési projekt keretében a fűtőmű építésével párhuzamosan közel 6 km hosszúságú két új energiatakarékos gerincvezetékkel bővül a Kecskeméti távhőrendszer. A Mincenti távvezeték a biomassa fűtőművet a Szultán utcai telephelyel köti össze, míg a Széchenyi távvezeték az Akadémia körúti telephelytől egészen a messzi István sportcsarnokig juttatja majd el a klímatudatos távhőt. Egy személygépkocsi a vasúti átjáró fényjelző oszlopának csapódott, majd felborult Nagykörös határában a 441-es úton tegnap este. Információnk szerint ceglét felől haladt az autó, amikor a kanyarban lévő vasúti átjáró fényjelző készülék oszlopának csapódott, amitől az ki is dőlt, majd a kocsi felborult. Úgy tudjuk, hogy a gépjárműben három személy ült, akik a baleset után elhagyták a helyszínt, így azt egyelőre nem lehet tudni, hogy megsérült-e valaki. A nagykörösi tűzoltók a felborult autót a kerekeire állították, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy kecskeméti nővel szemben, aki két dohánybolt megbízott üzletvezetőjeként, alig fél év alatt több mint 16,6 millió forintot lopott el a rábízott boltok bevételeiből. A pénz egy részéből tipmix szelvényeket adott fel, másik részét pedig ismeretlen célra fordította. Sikkasztás büntette miatt vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség egy kecskeméti nővel szemben. A vádira szerint a vádlott 2021. június végéig közel 8 éven át alkalmazottként két kecskeméti nemzeti dohánybolt vezetését látta el. A vádolat 2021. januárjától kezdődően, mint egy fél éven át a rábízott üzletekbe készpénzben befolyt bevételből több mint 16,6 millió forintot ellopott. Az összegei részéből tipmix szelvényeket adott fel a saját nevében vagy alkalmazatait megbízva, a többit ismeretlen célra elköltötte. A nőfőnek a dohányboltokat üzemeltető vállalkozó nyomozás során Kárának megtérítése érdekében polgári jogi igényt jelentett be. Az ügyészség a nőt jelentés értékre üzlesszerűen folytatólagosan elkövetett sikkasztás büntettével vádolja, és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a bíróság kötelez az okozott kár megtérítésére. A nő bűnösségéről a kecskeméti járás bíróság fog dönteni. Szakmai napot szervezett a Kodály iskola többek között énekzene, szolfészene elmélet, tanárok, karnagyok, óvodapedagógusok és leendőpedagógusok számára. A tudásmegosztó bemutató órákra 79-en jelentkeztek az ország minden tájáról. Az érdeklődők a Kodály koncepciója szerint működő intézmény bemutató óráin, kóruspróbáin, szakmai beszélgetésein vehettek részt. A program a Csiribiri kicsinyek kórusának bemutatkozásával kezdődött el. A vendégeket Balogné Papa Boglárka intézményvezető köszöntötte a Kodai Iskola dísztermében. Az igazgató elmondta, nagyon örülnek, hogy ennyire sokan jelentkeztek a programra, és hogy az ismerős arcok mellett sokkal több a nem ismerős. Ez azért öröm, mert a szakmai nap egyik eredeti célja a kapcsolatépítés a tudás megosztás mellett. A programot kifejezetten énekzene, szolfészene elmélet tanárok, karnagyok, tanítók, óvodapedagógusok, bölcsüdei gondozók és leendő pedagógusok, óvodapedagógusok számára hirdették meg. A rendezvényre 23 helyről, többek között Budapestről, Szegedről, Székesfehérvárról, Szarvasról, Debrecenből és Egerből is érkeztek résztvevők. A szakmai program részleteiről bővebb összeállítást láthatnak mai kiemelő magazinunkban. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. A Nemzeti Együttműködési Alap jövő évi pályázati lehetőségeiről tartott kerekasztal fórumon Szalei Bobrovnicki Vince a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Kecskeméten. A térség polgármestereivel és civil szervezeti vezetőkkel találkozott ma a szakpolitikus. Hamarosan az az Izsáki utat. A mai napon még előkészítő munkákat végzett a kivitelező hazai építőgép társulás ZRT a forgalomtól területeken. Az egyes csomópontokon a munkavégzés alatt jelző őrös forgalom irányítás mellett haladt a forgalom. Az ügyészséget is érintő energiamegtakarítás következtében a Kecskeméti járási ügyészség épülete bezárt ideiglenesen. Ezért a Kecskeméti törvényszék épületében működik tavaszig. A Naiman Egyetem a Bácskiskó megyé közgyűléssel közösen több programot is szervez a Petőfi Sándor emlékéhez kötődően. A közös program tegnap este indult el az egyetemen egy rendhagyó irodalom órával. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban vendégünk lesz Sörös Jenő, a KTE Kosárlabda Klub Kft. ügyvezetője, és Forrai Gábor, a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét vezetőedzője, akiket főleg a közelgő szolnok elleni meccsről és az idei szezonról kérdezünk. Ezt követően megmutatjuk, milyen szakmai napot tartottak a Kodá iskolában. Végezetül pedig betekintést nyerhetnek a tegnapesti különleges irodalom órába, amelyet a Najman János Egyetemen rendeztek meg. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 45 perckor, 22 óra 30 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti.hu tv.hu weboldalon pedig bármikor megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is felünk. Köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön jobbára napos időre számíthatunk gomai és fátyol felhőkkel. Csapadék nem lesz, a szél időnként megélénkül, hajnalban 2 fokot, napközben 15 fokot mérhetünk. Pénteken fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik a szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és 6. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. Szombaton jobbára erősen felhős, hogy borult időre számíthatunk. Több helyen előfordulhat eső, zápor. Időnként élénk kísérhetik a szelet. A minimum hőmérséklet 10 és 13. A maximum hőmérséklet 14 és 17 fok között várható.